Jó estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Idén Dunaújváros ad otthont a Fejér megyei diáknapoknak. A háromnapos rendezvényen a diákok megmutathatják tehetségüket, szakmai zsűri pedig értékelni fogja az előadásokat, produkciókat, alkotásokat. Március 3-áig van lehetőség nevezni 7 színpadi és 5 egyéb kategóriában. Fergeteges színpadi produkciók, tökéletes mozdulatok, a legszebb magyar népdalok és prózák színesítették tavaly a Fejér megyei diáknapok zárógáláját. Idén is hasonló színes kavalkádra lehet számítani, de ezúttal Dunaújvárosban, hiszen a két megyei jogú város felváltva ad otthont a rendezvénynek. Számomra is egyfajta meglepetéssel ért az föl, hogy tényleg novemberben, évvégén, amikor itt az új városvezetés itt elindult, már megkereséseket kaptunk fiataloktól, tanároktól, intézményektől, hogy ez a diáknapok idén is, 2020-ban is megrendezésre kerül-e, és természetesen ez is azt mutatta nekünk, hogy nagyon fontos ez a városnak, régiónak és az egész környéknek, úgyhogy nem volt kérdés számunkra, hogy emeli a rendezvény mellé odállunk. Itt Dunaújvárosban milyen aktív a diákság? Hál' Istennek egy nagyon aktív diák életről tudok beszámolni, és azt gondolom, hogy ez is egy ilyen felfelé ívelő tendenciát mutat nekünk is, egy komoly szándékunk, hogy a város életébe még inkább bevonjuk őket, különböző rendezvényeken szeretnénk őket megmozgatni, sporteseményekbe visszahozni őket. Ez is egy ilyen külön célunk, sőt nem titkoltan szeretném én azt, hogy mint a humán ügyekért felelős alpolgármester, az ünnepségeken még inkább ők is részt tudjanak venni, magukénak érezzék, hiszen azt gondolom, hogy pont egy olyan irányba megyünk el, amikor ez az érdektelenség nem csak a fiatalokra, idősekre egyaránt így tulajdonképpen így kihatással van, és azt gondolom, hogy pont ezt tudnánk ezzel így egy kicsit így egyensúlyozni, és örömmel vettük azt, hogy mind a tanárok, mind a diákok partnerek ebben, és így már azt látjuk például, hogy idén ünnepeli városunk 70 éves évfordulóját, és már ebben is iskolák, diákok mind külön programokkal fognak megjelenni. Az elmúlt évek tapasztalatait kérdezném a diáknapokkal kapcsolatban. Mennyire volt sikeres, mennyire volt eredményes, mennyire sikerült megmozgatni a fiatalokat? Hát az is azt mutatja, hogy mennyire várják, hogy ez a siker, ez elég kiemelkedő volt, és azt látom, hogy intézmények nagyjából így harcolnak azért, hogy náluk lehessen egy-egy program. Tehát ez is azt mutatja, hogy van rá igény, mind a fiatalok, mind pedig a befogadó készség révén. Már többen túl vannak a jelentkezésen, de március 3-áig még van lehetőség leadni a jelentkezési lapokat. A szervezők szerint a fiatalok általában az utolsó napokra hagyják ezt. Műfajokban idén nem lesz változás, ezúttal is 7 színpadi és 5 egyéb kategóriában mérettethetik meg magukat a diákok. Március 3-ig tart a jelentkezés, online módon lehet jelentkezni. Minden intézményben egy fő kapcsolattartó pedagógus van kijelölve, aki összefogja a jelentkezéseket. Ez technikai okokból azért van így, mert így egyszerűbb kezelni. Tavaly évben 35 intézményből érkezett jelentkezés, és így 35 pedagógussal kellett csak kapcsolatban lenni, nem 1000 diákkal. Az ő útmutatásuk szerint tölti ki a jelentkezéseket, és még egyszer akarom mondani, március 3-ig el jelentkezni. Eddig mennyien neveztek? Lehet-e azt mondani, hogy lesz olyan sikeres a diáknapok, mint tavaly? Jelenleg 25 intézmény van benevezve a regisztrációs rendszerbe. Az a tapasztalatunk, hogy az utolsó egy-két napban mindig meg szoktak érkezni azok az intézmények is, akik még egyelőre nincsenek. Én már látok számokat, szerintem a közel 1000 fő idén is jelen lesz a rendezvényen. Ezt mondhatjuk ilyen standard számnak egyébként? Igen, az elmúlt 3 évben ilyen 900 és 1100 fő között mozgott mindig a résztvevőknek a száma. Ez nyilván attól is függ, hogy van-e esetleg több kórus vagy diákszínpad produkció, ha jellemzően több gyerek szokott fellépni. Úgyhogy igen, mondhatom, ezt az 1000 közeli létszámot már évek óta tartjuk. Kategóriákat tekintve mire lehet számítani? Lesz-e idén újdonság? Új kategóriánk idén nincsen, ugye 2 évvel ezelőtt vezettünk be egy új kategóriát, a média kommunikációt, amely azt gondoltuk, hogy azért szükséges, mert hogy talán a digitalizáció felé halad a világ, és van egy ilyen kategóriánk, ahol digitális print plakátokat, filmkritikákat, illetve reklámhangspotokat lehet nevezni. Annyi újdonság van idén, hogy hál' Istennek a vers és prózában már annyi jelentkezés volt az elmúlt években, hogy 2 naposra bontottuk. Tavaly már több mint 80 jelentkezőnk volt, ezért nagyon nehéz volt egy nap alatt lezsűrizni minden produkciót. Úgyhogy a pénteki napon 3 kategóriával fogunk elindulni, a vers és prózamondával, vers és prózamondással, a diákszínpaddal és a könnyűzenei kategóriával. Ezt követően mire lehet számítani?
Szombati napon mind a hét színpadi kategória versenyi folytatódni fognak, illetve van 5 egyéb kategóriánk, ami jellemzően képzőművészeti kategóriák, illetve honismeret és vers és irodalom. Ezeket előzetesen kapjuk meg, ezeket a pályaműveket, előzetesen le is zsűrizik, és a diáknapok napján, szombati napon közlünk eredményeket, és a szombati napon emellett a kiállításunk is meg fog nyílni, amely 16 órakor fog megnyílni a Széchenyi István gimnáziumban, a 3. emeleten, a kiállítóteremben. Itt a legjobb képzőművészeti alkotásokat fogjuk összeválogatni a 3 kategóriából, és igazából ez a szombati program. Mi a diáknapok legfőbb célja egyébként? Szerintem a közösségformálás, illetve a lehetőséget adni arra, hogy megmutathassák magukat a diákok, hogy ki miben tehetséges. Én úgy veszem észre, hogy azok a diákok, akik ide jelentkeznek, sokkal kreatívabbak, mint az átlag középiskolások. Mindenki kicsit a saját oldalát már tudja mutatni, és ezáltal egy olyan sokszínű, mivel elég sok kategóriánk van, elég sokszínű a társaság, és jó látni, hogy esetleg iskolák között is új barátságok jönnek létre. Mi lehet a titka annak, hogy 60, több mint 60 éves múltra tekint vissza ez a rendezvény? Elsősorban szerintem a pedagógusoknak is nagyon nagy köszönetet kell mondani, mert ők is kapacitálják a fiatalokat. Szabadidejükben is képzik magukat, illetve szakkörökön keresztül is, főleg a diák színpadnál figyelhető ez meg, hogy minden évben egyre színvonalasabb alkotásokat állítanak színpadra. Illetve köszönetet kell mondani az önkénteseknek is, mert az önkéntesek nagyon sokat segítenek nekünk. Közel 60-70 fő önkéntessel dolgozunk ezen a 3 napon. Vannak különböző feladatok, könnyű fizikai pakolás, a zsűrit átkísérni, esetleg egyik adott pontból a másikba, ruhatár, útbeigazítás, szórólapozás, úgyhogy nagyon sokrétű feladat van, és az ő önkéntes szerveződésük nélkül is nagyon nehéz lenne ezt a rendezvényt ilyen sikeresen lefolytatni évek óta. Ugye a megyei diáknapoknak 2 fő helyszíne van, ami évenként változik, egyszer Székesfehérvár, egyszer Dunajváros a központi helyszín. Mondhatjuk, hogy a megyei diáknapok valóban megyei diáknapok, tehát hogy a megye minden pontjáról jönnek a diákok ilyen. Abszolút mondhatjuk, teljesen vegyes az iskoláknak a részvétele. Jellemzően nyilván a legtöbben Székesfehérvár jelentkeznek, utána Dunajvárosval, és talán megegyező a vidéki iskoláknak a száma a Dunajvárosiéval, úgyhogy ha mondhatnám egy ilyen 40-30% körülbelül. Azt veszük észre, hogy a megyei iskolák is egyre többen csatlakoznak. Tavaly évben Móról is volt új iskola. Jellemzően évek óta részt vesz a Kápolnásnyéki iskola, ahol nagyon magas minőségű művészeti oktatás van, diák színpadban és versmondásban nagyon értékes pályaműveket szoktak beadni. Úgyhogy mondhatjuk, hogy teljes körül Fejér megyében. A diákokon kívül érdemes esetleg a családnak is ellátogatni erre a rendezvényre, hogy megnézzék a fiatalokat, tehát hogy nekik is ad-e pluszt ez a rendezvény? Szerintem mindenképpen érdemes. Érdemes tudni azt, hogy minden helyszínre látogatókat is várunk, ingyenes a belépés. Jellemzően egymást szokták megnézni a diákok, és egyes diákoknak a szülei is lejönnek, illetve megnézik, hogy hogyan szerepelnek a gyerekeik. De ajánlom mindenkinek, esetleg aki dunajvárosi és helyi, és nem tudott erről a lehetőségről, ha van egy ilyen program, hogy mindenki a saját magának tetsző kategóriába pillancson bele. Még a helyszínekről ejtsünk néhány szót, hogy ez a városban több helyszínen fog egyszerre zajlani. Igen, több helyszínünk van, 2 fő helyszín van, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza. Itt 4 kategória is szerepelni fog a 2 nap alatt, illetve a Széchenyi István gimnázium, ez a 2 a fő 2 helyszín, mellette a zeneiskolában is lesz a komoly zenei kategória, de Dunajvárosban az a szerencsés, hogy ezek a helyszínek nagyon közel vannak egymáshoz, míg Székesfehérváron kicsit szétszórtabb helyszínek vannak, de itt szinte egy utcában megtalálható minden. A legtöbb jelentkező mindig Székesfehérvárról érkezik. A város alpolgármestere örömét fejezte ki, hogy a megye legjelentősebb diákrendezvénye idén is várja a fiatalokat. Mindig nagy várakozással tekintenek a fiatalok is a megyei diáknapokra. Köszönöm szépen Dunajváros megyei jogváros önkormányzatának, hogy folytatódhat a több évtizedes, több mint 60 éves hagyomány, amely szerint egyik évben Székesfehérvár, másik évben pedig Dunajváros ad otthont a megye legnagyobb ifjúsági rendezvényének, hiszen több mint 30 intézmény, több száz diákja vesz részt, mint egy 1000 diák várható az idei évben is a 3 nap folyamán, április 3-a és 5-e
között, hogy megmutatja magát. Nagyon sok kategóriában, sok fiatal vesz részt, vannak, akik több kategóriában is neveznek, hiszen ez egy óriási lehetőség arra, hogy a fiatalok a tehetségüket megmutassák, és ezáltal is köszönöm minden olyan pedagógusnak, intézményvezetőnek, aki segíti, támogatja a fiatalokat, hogy meg tudják mutatni magukat, és természetesen köszönet a fiataloknak, akik pedig szabadidejükből áldozva sokszor képzik magukat, hogy aztán az élet minden területén megmutathassák magukat, például itt a diáknapok színpadán. Úgyhogy egy izgalommal várjuk az idejében, és azt gondolom, hogy komoly produkciók lesznek majd, és nyilván ennek a csúcspontja majd a gála lesz, ahol a legjobbak lépnek fel. Mindig az iskolák között is egy verseny, hogy kik azok, akik a legtöbb diákot tudják, és a legtöbb, mondjuk úgy, hogy aranyminősítést hazavinni. Úgyhogy bízom benne, hogy az idejében is egy nagyon jó hangulat lesz. És ami fontosabb talán még ennél, hogy egy nagyon jó közösségi program, hiszen nyilván a három nap során sok alkalom lesz arra, hogy a fiatalok ismerkedjenek egymással, jó gyakorlatokat megosszák egymással, és egy közösséget építsenek, alkossanak. Ugye, hogyha a számokat tekintjük, akkor ez a több mint 60 év, ez azt jelenti, hogy Székesfehérváron több mint 30 alkalommal volt megyei diáknapok. Ez is erősíti azt a gondolatot, hogy Székesfehérvár diákváros. Abszolút. Azt gondolom, hogy mi városként is sok lehetőséget adunk a fiataloknak a tehetségük bemutatkozására, hiszen folyamatban van a versőnep jelentkezése, de az idejében lesz Fehérvár táncos a program, a Szóval Győzni döntősei is már készülnek a döntőre, ami hamarosan lesz majd, és annak is örülünk, hogy természetesen azok a fiatalok, akik ezekben a programokban részt vesznek, nagyon aktív tagjai a város életének, hiszen akár az utcaszínházi előadásokra, ha gondolunk, hiszen március 15-én ismét a fiatalok fogják majd megjeleníteni március 15-i eseményeit a belvárosban, vagy éppen október 23-a, vagy éppen a koronázási ünnepi játékok, mind-mind fiatalok aktív szereplésével történnek meg ezeknek az ünneplése. Úgyhogy nagyon köszönöm azoknak a fiataloknak, akik bár középiskolát elvégezték, egyetemre járnak, de mégis sokszor visszatérnek Székesfehérvárra, hogy a város kulturális, ifjúsági és közösség életét gyarapítsák. Egyébként miért jó Székesfehérváron diáknak lenni? Hát ezt tőlük kellene megkérdezni. Mi már azért régebb óta vagyunk fiatalok, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat igyekszünk tenni, akár a székesfehérvári diák tanáccsal, akár pedig a hallgatói tanáccsal közösen, hogy azok a általánosiskolások, középiskolások és egyetemisták, akik a városunkban tanulnak, azok tényleg úgy érezzék, hogy jó Székesfehérváron élni, akár itt a szabadidő hasznos eltöltése tekintetében, vagy éppen a sportolási lehetőségekre, ha gondolunk. Azt gondolom, hogy sok infrastruktúrát tudtunk kiépíteni az elmúlt években, és hát azt gondolom, hogy a program kínálatunk pedig igen gazdag, úgyhogy a fiatalok sok-sok program közül tudnak választani, hogy hogyan is találkozzanak együtt és töltsék el hasznosan az időt. Én köszönöm ezúton is minden olyan szervezetnek, aki ebben aktívan részt vesz és segíti ezt a munkánkat. A megyei középiskolák által kijelölt pedagógusok március 3-áig tudják a fellépőket és produkciókat regisztrálni az esemény online nevezési felületén. A Diáknapok honlapján, a Facebook oldalán és a fehérvári programszervező Instagram oldalán a nevezéssel kapcsolatos tudnivalók mellett pedig további hírekkel is lehet találkozni. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!